Számos fiatal tehetség mutatkozhatott már be Hajdúszoboszlón a nyári programok keretében, lehetőséget kapva, hogy álmaik útjára lépjenek. Ez alkalommal négy igen fiatal jövendő énekessel beszélgettünk, teret adva tehetségüknek, amit most önök is megnézhetnek, ha lemaradtak volna róluk élőben. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. A 2021-es nyár is számos lehetőséget rejt magában ebben a vészterhes időszakban. A nyári száraz meleg hőmérséklet nem kedvez a vírus terjedésének, annál inkább a hangok távokénak, amely esténként bejárja a Szent István parkot. Négy fiatal számos zenei stílust énekelt végig 30 perc alatt, kitűnően szórakoztatva a közönséget, családot, rokonokat. Kvartettként emregetik magukat, ám ez csak a létszámra utal, hiszen tökéletesen egészítik ki egymást a három énekes és a negyedik tag, aki konferálja produkcióikat, keretet adva a fellépésnek. Mi a formációnak a neve, amivel most itt fel fogtok lépni ebben a szoboszlói nyár 2021 programba, illetve már tavaly is láthattak benneteket? Igazából mi egy kvartett vagyunk, de mi nem szoktunk névvel szerepelni, tehát nekünk nincsen jelenleg saját nevünk. Nem tudom, a közeljövőben fogunk-e tervezni, de nagyon reméljük, hogy ez is összejön. Mindenféle zenéket énekelünk, általában a popot, de be szokott csúszni egy-egy musicaldal is. Most is musical és popdalokkal készültünk, duettek és szólók. Van közöttük, aki színházi múltat hozott magával. Én ugye Budapesten éltem jó ideig, belekerültem a színház világába, utána meg elköltöztünk, és ugye hiányzott a színpad, meg minden, aztán így összekovácsolódott a csapatunk, és elkezdtünk így fellépni. Én nagyon szeretek ezzel a csapattal dolgozni együtt, igazából egy projekt keretében ismertünk egymásra, és nagyon szeretjük egymás társaságát, és szerintem ez egy igazán frappáns kis jó csapat, meg itt mindenki jól énekel. Nekem könnyen menj, nekem apróság, velem könnyen lesz, fürge nyulacskád, fújja még így más. Ezt figyeld, hé, csak azt mondom, zenei ismereteik mellett hangszeren is játszanak, ami a tiszta hallás és a zenei éneklést nagyban segíti. Én 7 évig zongoráztam, most hagytam abba az iskola miatt, de igazából itt tervünk ezzel a kvartettel az, hogy minél többen megnézzenek minket, és minél több helyre eljusson a mi éneklésünk. Remélem egyszer eljutunk egy teltházas koncertre is. A csapatot nyelvi tudásával kíséri a negyedik tag, akit arra kértünk, kicsit népszerűsítse magukat. Szerintem egy nagyon összetartó csapat, és a dalok is elég választékosak, és szerintem nagyon izgalmas és szórakoztató előadást tudnak nyújtani a közönségnek. Határozott, konkrét vágyak és önbizalom jellemzi a csapatot. Konkrét terveik vannak, reméljük segíthettünk egy kicsit abban, hogy minél több ember ismerje meg hangjukat és tudásukat. Nézd ez az én...